Üdv a csatornán, ahol továbbra is minden városom. Érettségimről szeretnék beszélni, hogy mik voltak, mikor voltak, hogyan voltak. Volt, ahogy volt, de jó volt. Will you stop writing? Manapság minden másképp van idehaza Erdélybe. Meg is lep egy kicsit. És nem szeretném átélni. Nekem tetszett a középsuli. Lehet furcsa, de élvezettel mentem iskolába. Attól eltekintve, hogy nem volt egy leányálom. És ért, pár kellemetlenség. De a borzasztó általános iskolámmal szembe ez luxus volt. Itt, ebbe az étterembe végeztem, mint Brassai is diák. Ettől eltekintve az érettségi vizsgákat nem itt tettem le, hanem itt, a Bátori István Elméleti Liceumba, teljesen idegen tanárokkal. Ugyanis régebb, a Kolozsváron érettségiző magyar diákok számára minden évben más-más magyar iskola biztosította a helyszínt. 12. elején előítéletek nélkül álltam az érettségivel szembe. Bár hallottam ezt-azt, nem féltem, és csak enyhe lámpalázam volt. Az elmúlt évek tananyagát pedig csak a második fél évtől kezdtem el átvenni. Az egyik akkori tanárunk tanácsára. Nehogy túl sokat felejtsünk érettségire. Humán, angol intenzív filológia osztályt végeztem. És az nivolnikin. Három szóbeli plusz 5 írásbeli vizsgám volt. Miután számunkra végzősöknek egy hónappal hamarabb vége lett a sulinak, és a ballagás bankett is leárt, bele is vágtunk az érettségibe. Első hét a szobelié volt, teljesen, és a románnak kezdtük. Olyan 11 körül kellett bemenjek. Én viszont egyik jó barátommal hamarabb érkeztem. Sétálunk a folyosón, és egyszer csak összefutunk két évfolyamtársunkkal, akik már jártak bent. Nagy önbizalommal engem nem érdekeltek. De a velem levő haverinám kíváncsian megkérdezte az egyiküket, aki éppenséggel az általános iskolába osztálytársa volt, hogy milyen tételt kapott. Tipor de caracterizer tintrum román. Jött a válasz a fiútól. Jaj, az könnyű, vágta rá a lány. Direkt sín, direkt. Én csak hallgattam. Ilyesmiről nem emlékszem, hogy hallottam volna. Pedig tényleg sokat olvastam, de mindegy volt, mentünk is tovább. Hamarosan aztán eljött az én időm is. Bemegyek, húzok egy tételt, a nyelvtani részre már nem emlékszem, de az irodalmi teljesen ledöbbentett. Tipur de caracterizari dintrum román. Ez igen isteni csoda. Pont az a tétel, amit pár perce azelőtt tanultam meg. Majdnem pofára estem. Na jó, leülök, kidolgozom, és megyek felelni. Kérdik, melyik regény alapján szeretném bemutatni a jellemzés típusokat. Camille Petrescu, Ultima Notte Dragoste, mondom. Az sajnos nem jó. Akkor Livio Rebriano, Jon. Az sem jó. Még gondolkodjak egy kicsit. Marin Preda, Moroméci, mondom. Na, az már jó. Hála Istennek, ezen apróságért nem mondtak le pontot, és mivel a többit mind tudtam, 10-esre vizsgáztam. Másnap a román diákoknak szabad napjuk volt, nekünk magyaroknak pedig az anyanyelvi vizsgánk. Ezen semmi érdekes se történt. Egy könnyű és vagány tételt hoztam, a groteszk és abszurd a magyar irodalomba. Itt ugyebár Örkény István műveiről kellett beszéljek, és ha jól emlékszem, egy molett, kövérkés, de kedves tanárnő vizsgáztatott. 10-es lett. Mellékesen, ha magyarként román középsulit végeztél, akkor mentesültél a vizsga alól. Ezután mi is kaptunk egy szabad napot, majd szerdán bementem az utolsó szóbelire, ami számomra az angol volt. Megmondom őszintén, egy kicsit féltem, de hála Istennek jól alakult. 8-as lett, attól eltekintve, hogy 7-est akartak adni, és a reklámok hatásáról kellett beszéljek. I see what nobody else can see. I want hamburger. Ennyi lett volna a szóbelém. Az igazi megméretetés viszont a következő héten történt. Az írásbeli is a román vizsgával kezdődött. Itt azonban semmi különös sem történt. Kaptunk pár kérdést egy Iminescu vers alapján,
majd meg kellett írjunk helyesen egy levelet, a főtétel pedig a regény jellemzőiről kellett, hogy szóljon. Nem volt nehéz, de sajnos csak közepes szintet értem el. 6.50. Magyarnál is közepes lett. 6.25. De itt már tudom, mit hibáztam. A főtételhez a bangbánt írtam, mint drámai költemény. Pedig azt a Csongor és Tündét annyiszor elolvastam, és Madács ember tragédiája is a kedvenceim közé tartozik. Ezen kívül volt pár kérdés egy adivers alapján, és egy szólás elemzése egy kitalált történet megírása által. Ezek után a választott tantárgyak következtek. Töri, latin, pszicho. Románia történelménél többre számítottam, mint középszint, de sajnos nem lett több 6.65-nél. Sőt, az utolsó 30 percben vettem észre, hogy az összefirkált padfelület miatt, ahol ültem, a vizsgalapom nagy részben összefestősödött. Így aztán újra kellett írjam. A latin vizsgám már jó lett. 7-es. Volt egy kis nyelvtan, rácsos teszt, plusz egy szövegelemzés. Ennél többnyire a latin kultúrát és történelmet kellett ismerd. The chicken guts speak the future! Mint humánosztályos, kellett egy reál tantárból is vizsgázzak. Ezért adtam írásbelit pszichológiából is, ami majdnem nagyon jóra sikerült. 8.45 lett. Többnyire gondolkodás, érzelem és szükségletek voltak a témák. Emlékszem, az egész érettségi alatt csak ennél a tantárnál próbáltam megpuskázni. Az egyik tételt semmiképp se tudtam. Így aztán kikereztem a WC-re, ahol a zsebeimben rejtett cetlik között elkezdtem információkat keresni, de sajnos semmit se találtam a keresett tétellel kapcsolatban. Összegzésként az érettségi átlagom jó lett. 7.85. Le a kalappát! Nos, ennyi volt mára. Iratkozz fel, és a többi. Ha pedig futosra lenne szükséged, szólj csak bátran. Szép város, Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál. Jöjj hát, miért haboznál? Angyalkám, gyere már!